A kiállításon látható régészeti leleteket néhány évvel ezelőtt a Tisza mélyéről a vajdasági víz alatti kutatók hozták felszínre. Az egykori katonák használati tárgyait látják. Szerszámokat, fegyvereket, lószerszámot, lövedékeket. Tehát olyan tárgyakat, amelyek hozzátartoztak a katonák mindennapjaihoz. Az idegenforgalmi adatok szerint Zenta egyre vonzóbb úti cél a turisták számára. Évente közel 2000 vendég keresi fel az emlékkilátót. Ami az elmúlt években változás, az, hogy egyre több utazási iroda is a programjába belehelyezi a zentai csata emlékkilátó meglátogatását, úgyhogy reméljük, hogy ezzel a tartalmi bővítéssel is még vonzóbbá tesszük, és egyre többen fognak felkeresni bennünket. Zenta község idegenforgalmi szervezete azzal a céllal alakult, hogy megőrizze, védje és fejlessze a község idegenforgalmi értékeit. 5 évvel ezelőtt pedig elhatározta, hogy az Európa történelme szempontjából is nagy jelentőségű zentai csatát a Tiszamenti város turisztikailag is vonzó, meghatározó védjegyeként népszerűsíti. Alapjában ez a brandépítésen dolgozunk, és ez a mai kiállítási megnyitója is alapjában egy lépés erre, tehát hogy ezt a célt elérjük. Az idegenforgalmi szervezet további tervei között szerepel, hogy szeptember 11-én a zentai csata és a város napján még egy kiállítást nyitnak a toronyban, melynek anyagát magyarországi testvérintézmények adományozzák majd.